Több száz éves bélyeg ritkaságokat tekinthetnek meg azok, akik ellátogatnak a Szent István Király Múzeumba. Az öt tablóból álló tárlat a Hadimultunk kincsestára, válogatás a hat történeti múzeum értékeiből című kiállításhoz kapcsolódik. A Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtőkör és a Magyar Honvédség Gábor Áron bélyeggyűjtőkörének a közös bélyeg bemutatójáról vagyunk itt a Szent István Király Múzeum rendház épületében. Egy évvel ezelőtt, amikor a sajtóban értesültünk arról, hogy a hat történeti múzeum anyaga Székesfehérvárra kerül egy időszaki kiállításra, akkor döntöttük el, hogy szeretnénk ehhez kapcsolódóan egy bélyeg bemutatót tartani. Az előadást Gruber Nándor dandártábornok tartotta, aki igyekezett olyan bélyegeket bemutatni, amelyek a Magyar Honvédség történetét dolgozzák fel, Csaba Királyfitól egészen Farkas Bertalanig. Az érdekel engem, hogy mit ábrázol a bélyeg. Tehát nem a bélyeg kis papírdarabnak az értéke, mert az egy papír. Ez sajnos ma már kimegy a divatból, számítógépen levelezünk. Tehát nincs. Pedig a bélyeg egy ablakot nyitott az egész világra, és azon keresztül akár a képzőművészetet, akár a történelmet, vagy akár a hat történelmet meg lehetett tekinteni. Fegyvert, svitészt éneklek. A magyar katonaság története bélyegeken a legendától az első magyar űrrepülésig című kiállítás október 19-én 19 óráig látható a Szent István Király Múzeum rendház épületében.